A COVID-járván Ukrajnában a háború alatt nem ért véget, de a nagyszabású rakétatámadások és harcok hatására a háttérbe szorult. Az országban továbbra is regisztrálnak koronavírusos eseteket. Jelentette ki Ihor Kuzin, országos tisztifőorvos, az Erbeka Ukrajna hírportálnak adott interjújában. Megjegyezte a háború alatt az ukránok számára fontosabbak voltak a biztonsági kérdések. 2023 óta a koronavírus Ukrajnában és a világon az áll landó problémák és betegségek kategóriájába került, amelyeket az egészségügyi ellátórendszerben kezelnek. A főorvos elmondta, 2023. októbere óta több mint 147 ezer ukrán fertőződött meg koronavírussal. Öt hónap alatt 815 halálesetet regisztráltak, közülük négyen 17 éven aluliak. Már Oroszország ukrajnai inváziója előtte lehetővé vált a lakosság jelentős részének beoltása, ezért a háború kezdete után még nem figyeltünk meg járványkitörést annak ellenére, hogy az emberek óvóhelyeken tömörülnek és intenzíven kommunikálnak, és még annak ellenére sem, hogy a karantén korlátozásokat szinte teljesen feloldották, hangsúlyozta Ihor Kuzin.